Sziasztok, én PA vagyok, és ebben a videóban mi lenne, ha videó lesz, és az a szabály, hogy ahányszor rosszul válaszolok, vagyis hát rossz a cuccos, annyi debb, oké, srácok, meg lesz ez. Tehát, mi lenne, ha a csetindése bármilyen általad választott étel megjelenne az asztalon, don? De amikor csettintesz, valaki másnak eltűnik az élete, nem? Na. Mi lenne? Az Apple ügyvezető igazgatója lehetnél, de éjszakánként Steve Jobs szelleme kísértene. Nem. Ja. Okay. Mi lenne, ha tudnád, mikor hazudik valaki, de amikor hazudnak neked, az illetőnek el kéne keverned egyet, le kéne keverned, igen, különben elvész ez a képességed. Nem. Jó, egy deb gyerekek, egy deb. Na, mi lenne, ha az ingre nyomsz, akkor te inkább Marvelt szereted. Ja, az igenre nyomsz, akkor te inkább a Marvelt szereted. De ha nemre, akkor pedig inkább a DC-t. Marvelt. Mi lenne, ha tudnád olvasni az emberek gondolatait, de szőrösen a tenyered? Nem. Ne kérdezzétek meg miért. Mi lenne, ha az éhezők viadalában... Mi lenne, ha az éhezők viadalában élnél, és mindenki imádna téged az elnökön kívül? De rögtön téged küldenek be az arénába, és az elnök megvonja tőled a játék alatti támogatásokat. Nem. Laceka. Na nézzük, mi lenne, ha létezne egy olyan gyógyszer, amely immunissá tesz 3 betegséggel szemben, de az ára a 48 havi keresetet összesen, nem? Oké. Mi lenne, ha a Roxforti csatából egy valaki életét meg tudnád menteni, de Ron Weasley meghalna? Ron. Hát, na. Ne! Akkor még egy deb, srácok. Egyezzük fel vele. Ha kapnál 5 milliárd deftét, de 10 évig napi 5 órát kellene dolgoznod. Nem. Mi lenne, ha akármivé átváltozhatnál, de ha átváltozol, akkor annak a dolognak kell maradnod legalább 8 órát, igen. Ha már átváltozok, akkor normálisan változok át. Mi lenne, ha bármennyi pénzed lehetne? De üldözne a magyar maffia, nem? Tudom, hogy látsz. És nem. Mi lenne, ha nem lenne több háború a földön? Te ezt csak úgy lehetne elérni, hogy életet áldozod. Beáldozom érte. De tudom, sokan nem. Három deb. Kaptál egy sportautót, de csak a sofőröd vezetett. Igen, mert miért ne? Mi lenne, ha csak zöldséget ehetsz, de 8-szor boldogabb életet élhetsz, mint eddig. Hát nem akarok vega lenni, de jó. Jöp, ez nem jöp. Oké. Még egy kérdés. Meg lesz a 4, de már 3 már biztos. Mi lenne, ha te lehetnél a legboldogabb ember a világon, de egyik ismerősöd hajléktalanná válna? Nem. Úgy van. Akkor jöhet a deb, srácok. 3 deb. Van kedves Benny. Man, give me.
देखने को।